Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Többen is letoltatok, hogy a 2 évvel ezelőtti videómban nagyon sok volt a zene, és nem lehetett hallani, amit mondtam a folytontermő mána metszéséről, úgyhogy most elmondom mindenféle zenei alájátszás és effekt, meg minden nélkül, röviden, aránylag és tömören a lényeget, mert amúgy nagyon egyszerű, mindjárt meg is fogjátok látni először. Tehát ez a metszés csak a folytontermű málnára vonatkozik. Az egyszer termőt, azt nyilván, ha letermet, vissza kell vágni teljesen tövig, és akkor majd hozza tavasszal az új hajtásokat. Azt leszeditek, megeszitek, és utána majd megint vissza kell vágni, az annyi. A folytontermőnek egy kicsit másabb, azaz kétszer termő, jobban mondva, Autumn Bliss névre hallgat, más a mechanizmusa. Ez úgy kezdődik, tavasszal jön egy kis icipici hajtás, ami elkezd nőni. Ebből ti majd csak ilyen augusztus eleje, közepe fele fogtok tudni enni, azért nem szabad visszavágni teljesen, de ezt majd mindjárt elmondom. Tehát az már lényegében az a hajtás, ami nektek tavasszal fel fog jönni, abból tudtok enni, augusztusban, de az már a kétszer termő málnánál, az már a második termésnek számít. Az első termés az úgy néz ki, tehát hogyha augusztusban, ez is egy olyan, már mutatom is nektek, ez például olyan, ami tavasszal jött ez a hajtás. Ez feljött, ezt itt lecsemegésztük, ahogy látjátok. A felső része, megnézzük, hogy meddig van bogyó. Ez volt itt az utolsó, ezt visszavágjuk. Lehullott, kész. Ennyi maradt. Azt kell erről tudni, hogy ez most majd jön a tél, le fog hullani a levél. De tavasszal ez szépen ki fog újra zöldülni, és elkezdi hozni a bogyókat, a terméseket. Ez lesz az első termése a folyton termő málnának, ami azt hiszem olyan július környékén már ehető is lesz. De itt még látjuk, hogy már az is ott letermett, tehát még ez alatt is le tudjuk így vágni, így. Tehát így néz ki. Magyarul a tavaszi hajtást, ami tavasszal fog jönni, majd márciusban, de már lehet, hogy majd február közepén megindul. Időjárástól függ, azt tudjátok enni augusztusban, ami a második termésének számít, ha így egy évszakot nézünk. A legelső termését majd ennek tudjuk enni, ezt majd jövő júniusba. Tehát ez lesz az első termése. És mikor majd ezt megettétek, akkor kell visszavágni nyár közepén. De addigra itt már fognak jönni ismét újabb sarjak, amiből ugyanez a szisztéma marad, feljön, azt teszitek majd augusztusba, visszavágjátok, tehát a tetejét eszitek le a termésnek augusztusba, az alját pedig majd júniusba. Vagy július, tehát elsőnek az a lényeg. Mint ahogy itt is látható, ez itt már itt letermett, visszavágjuk, és majd ezekből fogjuk itt várni a jövő évi termést. Magyarul, ha itt végignéztek, ami itt málna van, ezeket fogjuk enni elsőnek. Ez lesz a kétszer termő málnának az első termése, tehát ez most a feladatunk így össze, hogy vissza kell itt vágni ezeket. Miért kell visszavágni? Mert ha nem vágjuk vissza, nagyon ocsmány lesz, hogy a teteje el van száradva, illetve a növény is ne azzal foglalkozzon, hogy még azt majd el kell szárítani, azt a letermő részt, hanem majd ide tudjon koncentrálni, ugye a frissen hozott hajtásokra, majd ami majd ki fog ismét kelni. Vagy ki fog megint virágzani, zöldelni. Egyébként már november közepén járunk, majdnem elején, még mindig van rajta termés, ahogy látszik, de lesz ez még sokáig, majd ilyen december körül fognak lehullani a levelek. Elméletileg ezt meg tudjátok csinálni tavasszal is amúgy ezeket a nagy metszéseket, csak én azért nem szeretem tavasszal, mert akkor annyi munka van a földön, tehát fel kell ásni ugye a kertet, palántázgatni kell, metszeni a gyümölcsfákat, és most meg pont csak ennyi dolog van, nem kell semmi más csinálni, így ősszel ezt megcsináljuk, esetleg van, aki felszokta ásni a kertet, én nem. És ennyi, és akkor így most bőven kifutja az időből. Ez is itt látjátok letermet, de ez még itt a nagy tavaszi hajtás,
ezt is itt visszavágjuk, és akkor ilyen sok málnánk lett. Lerajzoltam még azért így az egészet, hogy érthető legyen, hogy mi is történik. Ez lesz a tavasz. Tavasszal elkezd jönni egy ilyen kis pici hajtás, utána megyünk tovább. Tűt! Ez a következő fázis. Megnő ilyen szép jó nagyra, de ez már augusztus lesz. Elkezd itt szépen teremni ez a felső része. Mikor ezt megettétek, vagy egyből le lehet vágni, vagy megvárjátok vele így az őszt, mint én, bármikor, hogyha már lement. Miután levágtátok, itt a meccés helye, alul itt marad nektek egy ilyen, ez marad meg nekünk már majd télire. Ezek a levelek szépen itt le fognak hullani, és innen a levelek tövéből jönnek majd az új kis málna, ifjoncok, illetve a levelek. Megyünk tovább. Ting! Június, tehát nyár elején ez a rész, ami itt van, ugye nem ezek a levelek, már új levelek fognak itt kihajtani, és itt fognak jönni az új kis málna bogyók, amiket megesztek. Miután ez letermett, ez lesz már nyár közepe, itt elnyesitek nagyon gyönyörűen. Utána pedig majd megint kezdődni fog a folyamat tavasszal. Tavasszal ez a visszavágott, és majd hoz egy új hajtást. Nyilván eközben itt majd fognak jönni új hajtások is felfele. Most, hogyha legelső málnátok van, és vesztek mondjuk egy faiskolába, akkor egy ilyet fogtok szerintem kapni, ami vissza lett így meccve, tehát hogy legyen rajta valami, hogyha folyton termőt vesztek, magyarul, hogyha elültetitek, akkor ne vágjátok itt vissza, mert akkor még ezen lesz nektek termésetek majd júniusban. Tehát így néz ki a komplett folyamat. Így itt is így látszik, hogy meddig van. Visszavágjátok, amit már lecsemegésztétek. Sokan nagyon elrontják, összekeverik ezt is, hogy biztos le kell csapni tövig. Na most, hogyha ezt tövig lecsapjátok, akkor annyi fog történni, hogy nem lesz nektek júniusban termés, majd csak valamikor augusztusban, augusztus környékén. Ezt megakadályozva így kell elvégezni a folyton termő málnának a meccését. Remélem segítettem, és azért érthető voltam. Jól el tudtam magyarázni, hogy megértettétek, nem egy nagy dolog. De az a lényeg, hogy a folyton termő málnát, amit itt láttok, nem szabad már visszavágni tövig, mert akkor nem lesz termésetek. Az első termésről lemaradtok, és majd csak a második lesz majd augusztus fele. Nyilván csak akkor kell, majd hogyha ezt lecsemegésztétek majd júniusba, tehát mikor már itt az első rész letermed, de akkor már így adja is magát a növény, mert a szárak el fognak száradni, tehát ilyen nagyon, milyen színe lesz, ilyen elszáradt színe lesz a szárnak, látszik is rajta, na akkor kell majd így visszacsapni, mint ahogy itt is látjátok, miután már ez letermet majd júniusba. És itt már látható is a legújabb kis hajtás, amit majd nekünk tavasszal fognak onnan jönni a levelek. Tehát ez innen lehullik, így lehullik, és majd tavasszal innen fognak jönni a levelek, illetve majd a kis málna terméseink. Na, nagyon szépen köszönöm, hogy végighallgattatok. Remélem segítettem. Nagyon jó meccést kívánok mindenkinek. Sziasztok!